Egyre többen bírálják Márkizai Pétert a baloldalon. Békesi László közgazdász, korábbi pénzügyminiszter például egy katonai hasonlattal élve úgy fogalmazott, hiányzik az eltökéltség, hogy leváltsák a parancsnokot. Korábban a magyar nemzet írta arról, hogy Márkizai Péter a jobbik elnökével is összeveszett, és a Momentum vezetője is bírálta. Megosztja, demoralizálja, elkedvteleníti, kiábrándultá teszi, és gyengíti az egyesített ellenzék cselekvőképességét Márkizai Péter, ezt Békesi László írta a közösségi oldalán. A rendszerváltás idején volt pénzügyminiszter szerint, a baloldal miniszterelnök jelöltje gyakran ellentmondásos, néha téves, sokszor pedig félreérthető parancsokkal rendre megosztja az ellenzéket. Békesi László úgy fogalmazott, az ellenzék csapatai harcban állnak, azonban nem a legyőzendő ellenség, el, hanem többnyire egymással csatáznak. A Magyar Nemzet hétfőn arra hívta fel a figyelmet, hogy Márkizai Péter, Jakab Péter jobbik elnökkel is összerúgta a port, és a politikust Donát Anna, a Momentum nemrég megválasztott vezetője is bírálta. Ellenzéket is váltottunk. Márkizai Péter, amint megnyerte a baloldali előválasztást, már is támadni kezdte szövetségeseit. Lebáltottuk a Szocialista Párton belül azokat, akik nem akartak változást. Alig telt el néhány hónap, a baloldali és miniszterelnök jelöltjének népszerűsége jelentősen visszaesett. Legalábbis ez derült ki az elmúlt hetekben több közvéleménykutatásból is. Egyiket ráadásul maga Márkizai Péter rendelte meg. És bár eredetileg nem a nyilvánosságnak szánta, a baloldalhoz közel álló 444 nevű portál, a hónap közepén megszellőztette, az index pedig meg is szerezte a felmérést, amiben az iránytű intézet az ellenzékre és Márkizai Péter népszerűségére nézve is lesújtó 14%-os Fidesz előnyt mért. Az ellenség kezebe tette a lábát. A Így reagált Márkizai Péter a kiszivárgott közvéleménykutatásra. Később megismételte, árulók vannak az ellenzéki oldalon. Azért emlegetek én árulókat, mert ha valaki ezt teszi, annak a teljes társadalom értékítéletével kell szembesülnie és fog szembesülni, ezt garantálom. Azt is mondta, szakmailag alkalmatlan, aki ezt a kutatást készítette. Az biztos, hogy ebben a formában itt akárki, aki érintett volt ebben, bárki, az szakmailag is alkalmatlan. A történtek után Márkizai Péter szerződés bontott azzal a közvéleménykutató céggel, amely a baloldalra nézve kedvezőtlen eredményeket mért. Szerinte valaki belülről akarta megbuktatni a baloldali összefogást. Legfrissebb interjújában a választókat is becsmérelte Márkizai Péter, és azt mondta, ostobák. Még a legostobább ember számára is egyértelművé tenni. Tehát nekünk mindig a legfélrevezetettebb ember számára. Igen, is nem, hát sokan tényleg hát a, ez nem kérdéses. Na, a rezsicsökkentés az egyik ilyen Sértő kijelentései mellett többször is támadta már a rezsicsökkentést, amit ezúttal igyekezett letagadni. Nyilvánvalóan senki nem mondott olyan ostobaságot, hogy meg akarjuk szüntetni a rezsicsökkentést. A háromnegyed órás interjú alatt azonban Márkizai Péter többször is cáfolta önmagát. Ausztriában, meg amit útul akarunk érni, hogy ott nem a rezsi árak az alacsonyabbak, mint Magyarországon vicces módon, hanem kevesebbet fogyasztanak belőle. Ő volt az, aki korábban a spórolást megoldásként emlegette a rezsi csökkentésre. Kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni. A rezsicsökkentés felszámolása mellett ezúttal is beszélt a minimálbér szükségtelenségéről, és arról is, hogy szerinte veszélyes a 13. havi nyugdíj bevezetése. A kormány döntése alapján azonban már 2022 elején mintegy két és fél millió ember megkapja a teljes havi összeget 13. havi nyugdíjként. Közben a kormánypártok továbbra is stabil előnnyel vezetnek. Ez a Real PR 93 felméréséből derült ki. Ez szerint a Fidesz támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében 54, a baloldali összefogásé mindössze 45 százalék.